A zenés est iránti nagy érdeklődést bizonyította, hogy teltház előtt léptek fel a művészek. A Muzsika és Szerelem elnevezésű koncertsorozat bemutatója egyébként a belgrádi Vuk Karadzsic Művelődési Intézetben volt a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Alekszandar Sztefan Radisevics operaénekes híradónknak elmondta. A szerelem és a zene közötti kapcsolat logikus, hiszen a szerelem zenét, a zene pedig szerelmet jelképez. Mi szeretjük a hivatásunkat, és műsorunk témája is a szeretet. Ebből jött az ötlet a hangverseny megszervezéséhez. Nem igaz, hogy a közönség nem kedveli a minőségi zenét. A repertoárt az ünnepekhez formáltuk, és a nézők nagyon élvezték. A nagy érdeklődés miatt a Muzsika és Szerelem elnevezésű hangversenyt több városban is bemutatják.